sziasztok! Sajnos utolsó napunk van, úgyhogy a mai napot leginkább pancsolással fogjuk tölteni, majd még bérelünk vízipicit, az picit beljebb megyünk szunkerelni. Nézzük még a halacskákat. Még elég korán van, olyan 10 óra körül lehet, de már most iszonyatosan meleg van, szerintem 35-36 fok biztos van. Ilyen így a kilátás másik oldalra, meg így. Még annyi, hogy ha Majorkára jöttök nyaralni, akkor ilyen strandi játékokat, matracot, teljesen fölösleges cipelni otthonról, mert itt ilyen 3 euróért lehet venni például matracot. Szerintem otthonért nincs ennyi, illetve ezek a... Ott láttok a háttérben ezek a pálma, a bernyő, mondjuk napernyőnek, ezek is ilyen 20 euró egy napra, viszont mi a boltba vettünk napernyőt 6 euróért, és egy hete használjuk. Úgyhogy nagyon sokat lehet vele spórolni. Sziasztok, sikerült megvacsoráznunk, megiszogattunk egy kicsit, most pedig elmegyünk csúcsúvonatozni. Ez itt megy a parton, és megáll az ilyen nagyobb diszkóknál, éttermeknél, szórakozó helyeknél, meg hát szép itt a part mellett, azt fogjuk most megnézni. Felültünk, volt helyünk is szerencsére, nem drága, hál' Isten, 4,5 euró csak egy főnek. Egy jó kis program lesz, reméljük, hogy itt a part mellett végig megyünk. Egy pár percet kell még várnunk, azt mondta itt a néni, de aztán indulunk. Remélhetőleg mi hamarabb. Egy dologra figyeljetek, hogy vagy ne kettő lift legyen, vagy ne úgy, mint hogy megszivattuk magunkat, és a 8. emeleten vagyunk, és a lift mindig tele van, úgyhogy ilyen 10 perceket kell várni. Úgyhogy ha emeletre akarják adni, mindig maximum az első, másodikig kérjetek, de még föl lehet sétálni, ez egy ilyen jó tanács. Meg a másik, hogyha béreltek autót, főleg itt Majorkán, mert itt abszolút nem lehet parkolni, ezt mondjuk én elcsesztem, mert olyan szállát foglaltam, ahol nincs parkoló, úgyhogy ma is 20 percet keringtem, mire sikerült egy parkolót találni. Úgyhogy erre figyeljetek, hogy mi jártok úgy, mint én. Sziasztok! Hát sajnos eljött utolsó napunk. Utolsó napunk, utolsó esténk itt Majorkán. Nagyon szép egy hetet töltöttünk. Csak tényleg javasolni tudom nektek is, hogy gyertek, hogyha van rá lehetőségetek. Még idén, hanem akkor jövő nyáron semmiképpen se hagyjátok ki. Nagyon sok mindent tud adni ez a kis sziget. Tulajdonképpen egy hét bőven elég, vagy legalábbis mi úgy éreztük, hogy elég, mert a látványosságokra 2-3 nap alatt tulajdonképpen bejárható a sziget, a többi alatt meg lehet strandolni, illetve hát mi is voltunk, hogy elmentünk ilyen kis rejtett strandokra, amik nagyon szuperek voltak kisebbek, de ez majd, illetve ez már a videóban kiderült. Ami még nagyon fontos, hogy repjeggyel ne nagyon várjatok, hanem hogyha láttok olcsóban, akár már jóval a nyaraló szezon előtt, akkor már vegyétek meg, mert akkor nagyon olcsón lehet kihozni az utazást. Ugyanez vonatkozik a szállásokra is, minél korábban foglaltok itt Majorkán, biztos, hogy jobb árat fogtok kapni, nem úgy, mint sok helyen az utolsó pillanatban. Úgyhogy ezt fontos tudni Majorkáról. Teljesen jó barátságosak az emberek, itt is állandóan idejöttek hozzánk, vagy idegenek, hogy akarunk-e menni velük bulizni. Tehát barátságosabb, bulizós, fiatalos hely, nagyon, úgyhogy csak javasolni tudom mindegyik őtötöknek, hogy gyertek. Sok helyen olvastam, én megmondom az őszintét, én 11-12 éve voltam utoljára Majorkán, és akkor annyira nem is nagyon emlékszem, hogy milyen áron voltak a dolgok, nem emlékeztem rá, és csak így nézegettem, és mindenki írt, hogy hú de drága, hát az már itt a videóból, az előző részekből kiderült, hogy azért ez annyira nem igaz, tehát teljesen, én megmondom az őszintét, szerintem siófokkal versenyképes áron vannak az ételek is, az italok is, úgyhogy semmivel se fog többe kerülni, mint hogyha elmentek a Balatonra nyaralni, mint hogyha elérnétek inkább Majorkára. Persze a ti döntésetek, de csalódni nem fogtok a szigetbe, az biztos. Úgyhogy kihagyhatatlan, felejthetetlen.
Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Alul, ha tehetitek, mindenképpen iratkozzatok föl, és jövünk még további nyaralós videókkal. Sziasztok! Sziasztok!